Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint kezdetben volt, úgy legyen most, és örökkön örökké. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Dicsérjük Isten testvéreim a 8. Zsoltárral, de olyan rövid versei vannak, hogy ne csak az elsőt énekeljük el, hanem az utolsót is. A 8. Zsoltár 1. és 9. versét. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk! Hallgassuk meg Isten igéjét, ugyamint szól hozzánk Pál apostol Tesszalonikába írt 1. levele 1. fejezetében. Ezt a szakaszt ülve hallgassuk meg. Isten igéjét a tesszalonikaiakhoz írt 1. levél 1. részéből olvasom. Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban. Mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztus felől táplált reménységetek álhatatosságát. Mivel tudjuk Istentől, szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok, mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, szent lélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti érdeketekben. Ti pedig a mi követőink élettetek és az Úréi, amikor sok zaklatás ellenére a szent lélek örömével fogadtátok be az igét. Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Achájában. Mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Macedóniába és Achájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az élő Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő halaktól. Isten áldása legyen az ő igéjének szívünkbe fogadásán, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szerető mennyei Atyánk,
áldunk és magasztalunk téged, hogy megélhettük ezt a napot. Köszönjük, hogy elkészítetted ezt a csendes órát, és hisszük, hogy elkészítetted számunkra a te mondani valódat is. Tudjuk, atyánk, hogy a te szavadnak ma is teremtő hatalma van. Áldunk téged mindazért, amit eddig elvégeztél életünkben a te igéddel. Köszönjük, amikor megvigasztaltál, megbátorítottál. Köszönjük, amikor megfeddettél, lelepleztél és feloldoztál. És köszönjük, hogy most is várhatjuk azt az igét, ami a te szádból származik, és ezért el tudod végezni vele bennünk, amit akarsz. Kérünk, tedd a rólad való emberi bizonyságtételt, a te önmagadról szóló, erőteljes igéddé. Bocsáss meg, Úrunk, hogy olyan sok igét elengedtünk a fülünk mellett. Bocsáss meg, amikor megértettük ugyan, mi lenne a te akaratod, és mégsem azt cselekedtük. Bocsáss meg, amikor nélküled indulunk neki vállalkozásoknak, vagy akár csak egy-egy napnak is. Isten, légy irgalmas nékünk bűnösöknek. Ajándékozz meg minket a te szent lelkeddel. Egyedül a te lelked világosságában lesz nekünk helyes képünk önmagunkról, és csak a te szent lelked ismertethet meg téged is velünk, a te lelked győz meg minket bűn, igazság és ítélet tekintetében. Áraszt ki rejánk lelkedet, és add, hogy semmi ne vonja el a figyelmünket most rólad, a te igédől és a te velünk kapcsolatos terveidől. Ajándékozz meg külső és belső csenddel, és segíts, hogy ma, ha a te szavadat halljuk, meg ne keményítsük a szívünket. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét a jeremiási igével hirdetem. Azokban a napokban keresik majd Júda bűnét, de nem találják, mert kegyelmes leszek azokhoz, akik engem keresnek. Így szól az Úr. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Mielőtt elénekeljük a 301. éneket, szeretném valamire fölhívni a testvérek figyelmét. Isten igéjének többféle formájáról beszél a Szentírás. Van alapvetően az írott ige, a Biblia. Van a hirdetett ige, a Biblia magyarázat, az ige hirdetés. És van a látható ige, ami most itt van az úrasztalán, például az úrvacsora sákramentuma, amikor az egyszerű sákramentumi jegyek beszélnek, prédikálnak. Pál azt mondja, hogy az Úrnak halálát hirdessétek, valahányszor úrvacsoráztok. És mindenek fölött van a testélet ige, Jézus Krisztus. A János evangéliuma kezdődik így, ugye, hogy az ige testélet. Az az ének, amit most énekelünk, az ige különböző formájáról szól váltakozva. Figyeljük meg majd, miközben mondjuk, hogy milyen sok fontos tudnivalót mond el Isten a hirdetett igéről is, az olvasott igéről is, és Jézus Krisztusról, a testélet igéről. A 301. éneket énekeljük végig, új világosság jelenék, ó tévejgés, vagyis régi tévejgés pedig elcsendesedett. 301. ének.
kérünk, Úristen, tégedet, erősítsd meg híveidet, hogy vehessük szent igédet, és aztán meg is vallhassuk a te igédet. Amen. Isten igéjét a Márk evangélium a 3. részének 14. versében így olvashatjuk. 12-t választott ki Jézus arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét. Eddig Isten igéje. Kedves testvéreim, szeretném folytatni a múlt vasárnap esti igehirdetést. És mivel sokan nem lehettek itt, akkor röviden hadd utaljak arra, hogy mi hangzott ott el. Láttuk a Szentírásból, hogy Jézus Krisztus mindenkori tanítványait az jellemzi, hogy valami módon eljutott hozzájuk Isten igéje, ez az ige kifejtette a hatását bennük, és más emberré formálta őket. Aztán az így újjáteremtett, újjászületett hívők kifejtik a hatásukat abban a közegben, amelyikben élnek, és másokat is Jézus Krisztus tanítványaivá tesznek. Előbb az ige fejti ki a hatását abban, aki hittel befogadta, aztán az ilyen ember a megváltozott életével is, meg a szavaival is tovább adja másoknak, amit kapott, és másokat is Jézushoz vezet. Egy alkalommal Jézus ezt mondta a hallgatóinak, hogy az a cél, hogy legyetek az én tanítványaim. Amikor pedig visszament a mennybe, ezzel a parancsal búcsúzott tőlük, tegyetek tanítványokká minden népeket. Mind a kettő fontos, és mind a kettőt hitelesen kell megélnünk, és mind a kettőnek működnie kell egy élőhitű keresztjén életében, legyek Jézus tanítványává egyre inkább, és közben tegyek Jézus tanítványává másokat is. Láttuk azt múlt vasárnap, hogy Isten igéjének teremtő ereje van. Életet hordoz Isten igéje, és aki azt befogadja, komolyan veszi, abban egy új élet kezdődik el. Aki pedig táplálkozik rendszeresen Isten igéjével, tehát úgy olvassa a Bibliát, úgy hallgatja az ige hirdetést, hogy azt komolyan veszi és hozzáigazítja az életét, az lelkileg növekedni kezd. Először lelkileg csecsemő, olvastuk a Péter leveléből ezt a kifejezést, és a lelki csecsemő tejnek italával táplálkozik, aztán egyre keményebb eledelt vesz magához, és eljut az érett felnőtt korra, amikor már tovább tudja plantálni az életet, amit ő is úgy kapott, tovább adja az igét másoknak. A megszentelt életével is, és a szavaival is. Eddig jutottunk a múltkor, és mivel ez nagyon fontos tanítása a Szentírásnak, és óriási lehetőség minden hívő ember előtt, ezért ma szeretném 3 igével szemléltetni ennek az igazságát. Nézzük meg először, ha röviden is, hogy hogyan történt ez Jézus 12 tanítványának az esetében, hogyan valósult meg egy egyszerű és eléggé lecsúszott asszony életében, és hogyan működött az első keresztény gyülekezetekben. Aztán nem akarom elhallgatni azt sem, hogy hogyan működik ez ma, a mai gyülekezetekben is. Mit olvasunk Jézus tanítványairól? Hogyan tanított ő erről? Amikor első tanítványait elhívta, ezt mondta nekik: jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket. Vagyis azt mondja először, hogy jöjjetek én hozzám, és aztán majd elküldelek titeket, hogy másokat is hívjatok én hozzám. Alapigényben ezt még kifejezőbben fogalmazza meg, amikor 12-t kiválasztott arra, és akkor 2 célt jelöl meg, hogy vele legyenek, és hogy azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét. Ez Jézus 2 célja. Hogy kialakuljon a vele való lelki, hitbeli közösség, hogy vele legyenek az övéi, és utána elküldje őket,
hogy tovább mondják másoknak azt az igét, amivel az ő életüket is újjáteremtette, az élő Jézus Krisztus, és így mások is életre jussanak. És itt nekünk nagyon fontos látnunk, hogy nem taktoborzás folyik. Jézus Krisztus nem valami pártot alapított, és annak minél több tagot akart szerezni. És Jézus Krisztus még csak nem is vallás alapító volt, ezt a hozzá nem értők szokták mondani, akik besorolják őt a világ nagy vallás alapítóinak a sorába. Tessék mondani egyetlen idézetet az evangéliumokból, ahol Jézus vallást készül alapítani. Ő az életet hozta ajándékként, és aki benne hisz, az az életet kapja. Pontosan az akkori vallás vezetőivel voltak a legélesebb vitái. Ő nem új vallást hozott, hanem ő az életet adja. Egész pontosan ő önmagát kínálja föl a benne hívőknek. Önmagát áldozta oda a világért. Az a teljes élet, amit mi elveszítettünk, amikor Isten ellen föllázadtunk, az egy személy, neve van. Úgy hívják Jézus. Én vagyok az élet, mondta ezt többször is. És aki bennem hisz, az ha meghal is él. A biológiai halála előtt is annak van igazán kiteljesedett, teljes értelmes élete, és ez olyan élet, aminek semmit nem állhat a biológiai halál, az ilyen ember, ha meghal is él. Jézus maga az élet. Ő ezt az életet kínálja ma is azoknak, akik hallgatják az evangéliumot, és akik azt befogadják, azokban kifejti hatását ez az ige, átalakul az életük, a csüggedés helyét átveszi a reménység, rendbe jön a házasságuk, az emberi kapcsolataik, egyszerre látnak célt maguk előtt, és nem beszélve arról, hogy az Isten nélküli állapotból, a kárhozatból átkerülnek az Istennel való közösségbe, az üdvösségbe, már itt a Földön. Ez volt Jézus célja. De ennek a menete az, hogy hallgatja az igét valaki, és ha befogadja, az az ige őt átalakítja, és utána szinte önkéntelenül tovább mondja másoknak, és Isten azoknak az életét is átalakítja. Jézus tehát arra hív el, hogy vele legyünk, és hogy utána elküldjön, és hirdessük az igét. Előbb a szívünkbe adja az ő igéjét, az ott dolgozik, és utána a szánkba, hogy továbbadjuk, és másokban is dolgozzék. Először hallom, azután mondom. Először megdolgoz engem, Istentől elszakadt kemény szívű embert, Isten, utána megdolgoztat, és használ az ő eszközeként mások számára áldásul. Óriási kiváltság ez, testvérek, és akinek az életében történik, mert tulajdonképpen nem is mi csináljuk ezt, hanem ez történik az engedelmes hívő életében, azoknak a szíve tele van örömmel és csodálattal azon, hogy Isten még ilyen gyarló eszközökön keresztül is az ő újjáteremtő munkáját tudja végezni. Ezért írta le Pál apostol, most olvastuk valamelyik nap a kalauzunk szerint a korintusi levélből, hogy Krisztusért járunk követségben, és mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. A hívő ember követségben jár, és maga mögött tudja mindig hatalmas küldőjét, az ő küldetésében mondja tovább másoknak azt, ami rajta is segített. És sokszor ez egészen természetesen, minden póz nélkül önmagától történik. Mert amivel tele van a szívünk, az jön ki a szánkon. Meddig van a te szíved igével? Kijön-e már a szánkon? Minden napi gyakorlat ez a számunkra, amit itt Jézus mond, hogy arra hív el embereket, hogy vele legyenek, és utána az ő küldetésében másokat is ő hozzá hívjanak. Jézus azonban nem csak a 12 apostolt bízta meg ezzel a szép feladattal, hanem sokakat másokat is. Például egy alkalommal beszélgetett egy olyan asszonnyal, aki nem is tartozott a választott nép közösségébe, akinek erkölcsileg nagyon rossz híre volt, 5 válás után már csak együtt élt egy férfivel,
És az ilyenre rá se néztek az akkori büszke, elkölcsös emberek, egy rabbi pedig a közelébe sem ment egy ilyen hitvány alaknak. Ezzel szemben Jézus egyenesen várta ezt az asszonyt ott a Jákob kútjánál, tisztelettel, megbecsüléssel beszélgetett vele, és a beszélgetésük végén még azt is elárulta neki, hogy ő a Messiás. Az asszony pedig szívja magába a hallott igét, és elhiszi, amit Jézus mond, vagyis befogadta az igét. Hitet ébresztett benne az, amit Jézus önmagáról mondott, ezzel a hittel befogadta, komolyan vette, amit hallott, és szinte önkéntelenül otthagy mindent, és fut vissza a faluba, és hívja az embereket Jézushoz. Ez egészen megrendítő jelenet ott a János evangélium a 4. részében. Elfeledkezik arról, hogy tulajdonképpen vízért ment a kútra, elfeledkezik arról, hogy déli 12-kor nem szabad zavarni a hőségben pihenő embereket, teljesen megfeledkezik arról, hogy ő hiteltelen ember, egy ilyen nő szavára csak nem fognak fölkelni és oda vonulni Jézushoz, meg soha életében még ilyet nem tett, meg mit is mondjon, azt mondja el, ami történt. Elmondja, hogy találkoztam valakivel, aki megmondott nekem mindent, mindent tud rólam, és ez a Krisztus. Gyertek ti is, ha meg akarjátok ismerni. És mi lett ennek a következménye? A János evangéliumában így olvassuk ezt. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek Jézusban az asszony szavára, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz mentek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ő ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek. Az asszonynak pedig meg is mondták, most már nem a te beszédedért hiszünk, hanem magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Mi történt itt? Lelki ébredés. Samáriában, félpogány területen. És hogyan? Úgy, hogy Jézus evangélizált, de miért mentek az emberek oda Jézushoz, akiről nem is tudtak, és egyáltalán nem hallották, hogy ő ott van? Mert valaki, aki már találkozott Jézussal, hallotta és befogadta az ő igéjét, kezdett megváltozni, és minden külön felszólítás nélkül elment azokhoz, akik között lakott, és akik őt nagyon megvetették, és hívta őket Jézushoz. Mindössze ennyit tett. Nem a samáriai asszony térítette meg az embereket. Ők maguk mondják, hogy most már nem is a te beszédednek hiszünk, mi magunk hallottuk és láttuk. És ebben benne van az, hogy köszönjük, hogy ide hívtál minket. Ez nagy dolog volt, hogy elmondtad, hogy itt van a kútnál ez a Jézus. Ennyit mondott el csak. Így használ Isten egy lecsúszott, megvetett, semmibe vett asszonyt, és lesz az ő első misszionáriusa, aki nem tudományos előadást tart az Isten bizonyítékokról, hanem elmondja azt, amit hallott és látott néhány mondatban. De emögött ott van a küldője, és olyan erővel érkezik meg a hallgatókhoz, hogy az oda vonzza őket Jézushoz, és az ő életük is megváltozik. Ezt a törvényszerűséget a Szentírás több helyen hangsúlyozza, mert erről nagyon fontos tudnunk. És nem az volt itt a lényeg, hogy milyen volt az előélete ennek az asszonynak, meg milyen előítéleteket tápláltak vele szemben, meg hogy ilyen szolgálatot még soha életében nem végzett, hallotta és befogadta az igét, és az ige elvégeztette vele ezt az áldott szolgálatot. Megnyílt a szája, és olyat tudott mondani a többieknek, amit még nem hallottak. Jézus nem csak a 12 apostolra bízta ezt, nem csak a klerikusokra, nem csak kiváltságosokra, hanem mindenki kiváltságos lesz, aki hallott ő róla, aki találkozott vele, és az menni fog a többiekhez, és hirdeti ezt nekik.
az úgynevezett egyetemes papságnak gyönyörű illusztrációja a samáriai asszony története. Ismerőse ez nekünk, hogy amikor szíven talál egy ige, és engedjük, hogy mozogjon bennünk, és engedünk neki, és hozzáigazítjuk az életünket, akkor az olyan változásokat visz végbe, amikre addig senki és semmi nem volt képes, egyebek közt még arra is képesít minket, hogy tovább mondjuk másoknak azt, ami velünk történt. Mikor beszéltünk utoljára valakinek? Jézusról, és arról, amit Jézus velünk cselekedett. Lehetetlen, hogy akinek az életében ő cselekszik, az hallgasson róla. Ha mindig hallgatunk, ha nincs mit mondanunk, vizsgáljuk már meg egyszer komolyan, hogy elvégezte-e az ő újjáteremtő munkáját az életünkben. Hiszen az ige azt mondja, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Aki a sötétségben van, az nem tud mit mondani a többieknek, sem a világosságról, sem a kettő közti különbségről. Aki már kijött a sötétségből, annak meg lesz mondani valója, és nem is kell biztatni rá. És hogy történt ez az első keresztény gyülekezetekben, amikor már voltak kis közösségek, a miénkhez hasonló, kisebb létszámú keresztény közösségek? És hogy történik ma? Az Új Szövetségben sokat olvasunk arról, hogy hogyan végezte Isten ezt a munkát az első gyülekezetekben. Egyet emelek most ki, mert talán ott olvashatjuk a legfrappánsabb megfogalmazásokat, ahogy ezt az imént a Tesszalonikaiakhoz írott levélből hallottuk. Pál apostol eljutott Tesszalonikába, ahol senki nem hallott még Jézus Krisztusról. Munkatársaival együtt evangélizáltak. Elmondták, kicsoda Jézus, mit kínál nekünk, mit jelent benne hinni. És közben látták az életüket is. Hallották az ige hirdetést, és látták a hívőknek az életét. És a hallott ige egészen megváltoztatta őket. Annyira, hogy ahogy olvastuk, az egész környéken, két tartományban is híre volt annak, hogy milyen különös emberek élnek Tesszalonikában. Akiket az egymás iránti és a mindenki iránti szeretet jellemez, akik áldozatkészek, segítenek, szolgálnak, a nyomorúságban is öröm van a szívükben, a keveset is meg tudják osztani másokkal, és így tovább. Híre ment az ő életüknek. De nem csak az életüknek, hanem ők is elmentek a környékre, és hirdették azt, amit Páléktól hallottak. És nagy ébredés támadt ezekben a tartományokban. És ők maguk sem értették kezdetben, hogy mi ennek a magyarázata, hogy az egész környéken híre van az ő hitüknek és szeretetüknek. És ebben a levélben magyarázza meg Pál nekik, hogy az ennek a magyarázata, hogy amikor nálatok jártunk, és ti hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, tehát nem a magukét mondták, az Isten áll a sor végén, ő az alanya ennek, az Isten beszélt a tesszalonikaiakhoz Pálékon keresztül. Akkor ti nem emberi beszédként fogadtátok, hanem Isten beszédeként befogadtátok, amint hogy valóban az, és ennek az ereje munkálkodik bennetek, akik hisztek. A bennetek végbe ment nagy változás az ige munkája. És az, hogy nektek van mit mondanotok másoknak, ebből egyenesen következik. És ennek a menetét is itt részletesen leírja, ahogy az istentisztelet elején olvastuk. Azt írja az első részben, hogy mi hirdettük az evangéliumot, de nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem láttátok azt is, hogyan élünk közöttetek. És a Szentlélek ereje munkálkodott bennetek, így lettetek ti az Úr Jézus követői, mivel sok zaklatás ellenére Szentlélek örömével befogadtátok az igét. Aztán példává lettetek a többiek számára is, egész Macedóniában és Achájában, és most tőletek terjed tovább az Úr beszéde. Még alliterális. Tőletek terjed tovább. De nem ezzel kezdődött,
hanem azzal, hogy hallgattátok az igét, aztán hittétek is, nem is, mert olyan furcsa a Jézusról szóló evangélium, de végül is dolgozni kezdett bennetek, elfogadtátok, komolyan vettétek, átalakított titeket, és most tőletek terjedt tovább, és nagy éveldés van ott is, Macedóniában és Achájában, egy pogány területen. Emberek hitetlenekből hívőkké lesznek, rendbe jön a házasságuk, reménység lesz a szívükben, és ami a legtöbbet jelenti, a kárhozatból Isten átviszi őket az üdvösségbe, a vele való közösségbe. Így történt az első gyülekezetekben, és ugyanígy történik ma is. Csak azt a példát hadd mondjam el, aminek a végét éppen az elmúlt napokban hallottam. Úgy kezdődött, hogy volt egy fiatalember, akit többféle szenvedély megkötözött, ő is tudta, hogy lassan tönkre megy, erre rámegy az egészsége, az élete, de nem volt ereje szabadulni. Bátortalan próbálkozásai voltak, de maradt minden a régiben. Aztán egyszer az egyik munkatársa meghívta magukhoz egy szerény vacsorára, beszélgetésre, és beszélt ez a férfi a feleségével együtt ennek a fiatalembernek arról a Jézus Krisztusról, aki őket megszabadította hasonló kötelékekből. És azóta egészen más az életük. Aztán szót követett, többször találkoztak még, a végén eljutott ez a fiatalember egy csendes hétre, és ott az Úr Jézus megszabadította őt a hitetlenségéből is, meg a szenvedélyeitől is. Azóta is boldog, szabad ember. Nem sokkal ezután új munkatárs került oda, ahol ő dolgozott, és mindjárt föltűnt ennek a megszabadult fiatal embernek, hogy föltűnően ideges, szomorú és teljesen szótlan ez az ember, aki oda került dolgozni. Először imádkozott érte napokig, aztán egyszer megszólította és megkérdezte, hogy van ennek valami oka, segíthetne rajta. És ez az ember kiöntötte a szívét, elmondta az egész életét neki. Aztán ő meg elmondta, hogy hogy szabadította ki őt az Úr Jézus hasonló nyomorúságokból, elhívta abba a gyülekezetbe, amelyikbe járt, ennek az embernek a szíve is megnyílt az Úr Jézus előtt, megnyílt a szája is, először úgy, hogy beszédes lett, addig azt hitték, hogy néma, aztán beszélt Jézusról másoknak, és ma abban a gyülekezetben ő a serdülők közti lelki munkában szolgál. Így történik ez a 21. században. Mert Isten igéje életet hordozó mag, és aki azt befogadja, abban elindul egy új élet. Ez az új élet egészen átalakítja a régi embert, és ennek egyik gyümölcse az lesz, hogy lesz mondani valója másoknak, és azt a mondani valót is az élő Krisztus juttatja el mások szívébe, azoknak az élete is átalakulhat. Így jutott el hozzánk is, valakin, valakiken keresztül. Kik lesznek azok, akikhez rajtunk keresztül jut el? Mert Jézus nem csak arra hívta el az övéit, hogy vele legyenek, hanem hogy vele legyenek, és miután a vele való közösségben új életet kaptak, elküldje őket, és másoknak is tovább adják az életet támasztó evangéliumot. Hogy valóság legyen az életünkben, hogy légy önmondó, békekövet, hirdest, a szabadító elközelgett. És ezt csak azok tudják hirdetni ezen a világon, akik már átérték ezt a nagy lelki szabadítást. És sokszor mondtuk, hogy ez más, mint hogy valaki tele van jó szándékkal, istenkereső ember, derék elkölcsös élete van, nagyon vallásos, ez más. Akiben él Krisztus a hitáltal, azon keresztül tud Krisztus megszólítani másokat. És azt indítja az ő szent lelkével, hogy nyissuk ki a szánkat, és kérjük, amit Pál apostol, hogy adj nekem szót, amikor kinyitom a számat. És átéljük azt a csodát, hogy ő valóban ad. Hadd fejezzem be azzal a mondattal, amivel Jézus a samáriai asszonynak mintegy összefoglalta ezt az egész eseménysort. A János 4.14-ben ezt olvassuk. Aki abból a vízből iszik, mondja Jézus, amit én adok neki,
egyrészt soha többet meg nem szomjazik, másrészt az a víz, amit én adok neki, örök élete buzgó víznek forrásává lesz ő benne, vagyis átfolyik rajta. Egyrészt oltja a mi életszomjunkat, mert magát az életet, a teljességet kapja meg a hívő Jézussal, másrészt pedig tovább tudja adni azt, ami ő rajta is segített, azt, amit ő is úgy kapott, az igét, az új életet, a hit által benne élő Jézust. Az egyik reggeli énekünknek van egy verse, amelyik erről szól, énekeljük ezt el imádság előtt. A 487. ének 6. verse így hangzik, szent igédet vallanom, adja tisztán homály nélkül, és szolgádnak mondatnom minden képmutatás nélkül. Kincsel semmit sem gondolok, más jutalmat várok, a szentek seregében, tarts meg gyülekezetében. A 487. ének 6. verse ez. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy Te ma is hívogatsz magadhoz. Köszönjük, hogy lehet veled találkozni mindenütt, ahol a Te igéd hangzik, mindenütt, ahol csak ketten vagy hárman is a Te nevedbe jönnek össze. Köszönjük, hogy olyan sok alkalmat készítesz a mi számunkra is. Kérünk, készítsd el azt az alkalmat, amikor egészen megnyílik a szívünk előtted. Amikor rádöbbenünk arra, hogy nélküled nem élet a létünk. Kérünk, hogy munkálkodjon bennünk a Te igét. Segíts, hogy a Szentlélek örömével fogadjuk azt, és ne kritikus fenntartásokkal, másokra értelmezve, halogatva mindig a neki való engedelmeskedést. Segíts komolyan bennünk azt, amit Te komolyan a mi érdekünkben mondasz. És aztán törzsd meg a szívünket a kiváltságosok örömével, akiket a sötétségből a Te csodálatos világosságodra hozol ki, és akik tudnak erről másoknak is hitelesen beszélni. Így irányítson minket is a Te szent lelked. Segíts észrevennünk az erre elkészített alkalmakat a jövő héten is. Hadd legyünk mi mindig a Te küldetésedben, Krisztusért járván követségben, a Te védelmed alatt, a Te szent lelked vezessen bennünket, kérünk. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk mindnyájan a személyes kéréseinket, rád bízhatjuk szeretteink nyomorúságát, gondját, terhét, baját. Köszönjük, hogy neked ma is van hatalmad segíteni, szabadítani, megbocsátani bűnöket. Segíts ezzel a bizalommal imádkozni. Hadd legyen egyre szorosabb lelki közösségünk veled, és hadd éljük át a küldetésben járók örömét, tapasztalva a Te csodáidat. Köszönjük, hogy ebben a csendben elmondhatjuk a személyes imádságunkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az úrasztalát megterítettük, akik már otthon készültek a szent vendégségre, vagy most döntötték el, hogy itt maradnak, azokat Jézus szavaival bátorítom, aki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék. És mielőtt áldással elbocsátjuk azokat, akik nem tudnak itt maradni, énekeljünk egy olyan éneket, ami az igéhez tereli vissza a gondolatainkat. A 378. ének két utolsó versét énekeljük. 378. ének 6. és 7. verseit. Tarts meg minden időben minket az igaz hitben, és igaz értelmében a Szent Evangéliumnak. Titeket pedig gyarapítson az Úr, és tegyen bőségesekké az egymás iránt és mindenki iránt való szeretetben, hogy erőssé tegye szíveteket, fedhetetlenné a szentségben, ami Istenünk és Atyánk előtt. Amen.